Besenyei Tímea edző egész életét behálózza a kötélugrás. A gyermekkori hobbi már a hivatássá nőtte ki magát. Gyerekkoromban az unokatestvérem vitt el az első kötélugró edzésre, és innen jött a szerelem a ugró kötél iránt. Azóta kisebb-nagyobb megszakítással űzöm ezt a sportot. Sokáig versenyszerűen űztem, sajnos kimaradt egy kisebb időszak, amikor csak fellépésekre jártam, de utána ugye sikerült itt a környező településekről összecsábítani a gyerekeket edzésre, és akkor újból beálltam én is versenyezni. A korábban csak csapatként működő társaság egy évvel ezelőtt egyesületté vált. Jelenleg 18 tagja van az egyesületnek, ebből 8 csak hobbi szinten üti a sportot, és 10 darab versenyzőnk van. A legkisebb tagunk nagycsoportos, a legidősebb tagunk viszont 50 pluszos. Még kevesen vagyunk, mert ahhoz, hogy ugye csapatversenyekre is el tudjunk jutni, még több korosztályban még több versenyzőre lenne szükségünk. Próbáljuk megmutatni magunkat a helyi szervezésű programokon, illetve a környező településeken is. Próbálunk iskolákba eljutni, hogy ha más nem, akkor tömegsport jelleggel, de próbálják meg, és hát ha valakinek megtetszik. Az önkormányzat támogatását is élvezzük. Szeptemberben szokták megrendezni a sportág választót, azon is minden évben ott vagyunk. Már nagyon rég elkezdtük ezt a sportot, így nagyon sok eredményünk van. A megyei diákolimpiától kezdve ugye a nemzetközi versenyekig voltunk már jelen, és értünk el nagyon szép eredményeket. A megyei diákolimpiáról nem jövünk úgy haza, hogy mindenkinek ne lógna legalább egy érem a nyakába, és így ugye az országos diákolimpiára is sikerül kvalifikálnunk magunkat. Az országos versenyeken is aranyérmeket szoktunk elhozni, illetve a nemzetközi versenyeken már több versenyzőnk is megmérettette magát, és a legutóbbi müncheni Brécel Cup elnevezésű kötélugró versenyről több mint 20 érmet hoztunk haza. Kötélugrás Amerikából indult el a 90-es éveket megelőzően, és így Magyarországra a 90-es években került be, akkor nagyon kedvelt sportággá vált, és egyre évek során egyre több és több településen ragadt meg. Magyarországon talán már nincs is olyan megye, ahol ne ugrálnának. Úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok a gyerekekkel kapcsolatosan, mert nagyon elszántak és harcosok. Nagyon könnyű őket motiválni egy-egy régi bemutató videó lejátszásával, vagy egy verseny megnézésével, illetve hogy rajtam kívül még van egy 21 éves versenyzőnk, aki ugye nagyon ügyes, ő is ugye nemzetközi szinten is elég jó eredményeket ért el. Ugye mutatjuk az elemeket, hogy hova lehet fejlődni, ugye az elért eredmények alapján ugye a gyerekek is felspanolják magukat, és akkor jönnek és csinálják. A kötélugrás bemutatók és versenyek során az erőlétet is bizonyítani kell. Ezen kívül vannak szabad gyakorlatok, ahol a versenyző bemutathatja kreativitását is. Egy évben 4 verseny van Magyarországon, amit a szövetség rendez. Mindegyik más verseny, mert ugye nagyon sok versenyszám van. Van olyan versenyszám, ami az erőlétre koncentrál, azt ugye gyorsasági versenyszámokból tevődik össze. Olyankor ugye azt nézik meg, hogy egy fél perc alatt, egy perc alatt, 3 perc alatt milyen gyorsan tudja hajtani a gyerek a kötelet, és hogy minél többet érjen el. Ugye jobb lábat számoljuk, váltott lábbal kell ugrálni, és ugye az eredmény számít, ahányszor, hogy a kötél átmegy a jobb láb alatt. Ugye itt, aki a leggyorsabb, az éri el az aranyérmet. Van egy másik része is a versenynek, itt a koreográfia számít, ugye a gyereknek, a versenyzőnek a kreativitása élvez ugye előnyt, itt aztán el tudják engedni a képzeletüket, és bár igazából, amit kigondol a gyerek, bármit meg lehet csinálni. Ahol a koreográfia számít, azt úgy hívjuk, hogy szabadon választott gyakorlat.
Ez teljesen kötetlen, azonban vannak olyan elemek, amiket több ponttal tudnak megajándékozni a bírók, úgyhogy azokat részesítik előnyben a gyerekek. Sajnos a járványhelyzet miatt nagyon sok rendezvényt lemondtak, így mi sem tudtunk elmenni több korábban ugye lebeszélt fellépésre, így nem tudtuk magunkat megmutatni környező településeken, de reménykedünk abban, hogy a közeljövőben már nem lesz ilyen probléma, és akkor decemberben megrendezésre kerül majd a 4. karácsonyi kupánk. Azt mi szervezzük itt Dombóváron a Szuha Sportcentrumban, ami nem csak a versenyzők számára, nem csak országos szinten van meghirdetve, hanem külföldről is várunk versenyzőket, illetve teljesen amatőr, kezdő embereknek is nyitva áll a kapunk. Direkt azért olyan versenyszámokat állítottunk össze, hogy hát ha az érdeklődők bejönnek, meg tetszik nekik, és akkor még maradhatnak is. Ha a családban már van egy profi ugrókötelező, az nagyon jó példa a kisebb tesó számára is. Így van ez Rebekáéknál is. Sok versenyen voltam, a legnagyobb az az országos kötélugró bajnokság, meg Münchenbe a Brit LKF verseny. Megyeikre minden évben járunk. Miért jöjjön ide? Miért jöjjenek ide a kicsi lányok? Mert ez egy nagyon jó sport, hát bemutatókra is járunk, és hát fellépésekre, meg versenyeket is nyerünk már jó pár éve. A kötélugrás elsősorban csajos sportként ismert, viszont a dombovári jumperek sorai közt felbukkan pár fiú, illetve férfi versenyző is.